gyanúsított, nem megfelelő anyagi körülmények között élt, hát minden napjait engedte, mint hallották, gyakorlatilag kisebb súlyú bűncselekmények elkövetéséből, illetve alkalmi munkákból tartotta fenn magát, de karácsonyra mindenképpen szerette volna meglepni a barátnőjét, illetve a családját valamilyen ajándékkal, de pénz hiányában úgy döntött, hát valahonnét kell szerezni, és honnét szerezzen, hát betör valahova, és akkor szerez magának pénzt, vagy olyan értéket, amit esetleg ajándékba tud adni. Miután ezt elhatározta, a december 22-ét megelőzően, tehát amikor az emberölés történt, előző este, szombatról vasárnapra iradóra úgy mondta, mivel gyarmaton ismerős, ezért ott próbál szerencsét. Elindult gyarmatra, késő esti busszal, megérkezett gyarmatra, itt a faluban többfelé nézelőzött, nézegette a házakat, hogy esetleg melyik lehet az, ahova érdemes lenne betörni, és így a bolyongás, mondhatjuk úgy, hogy az éjszakai bolyongás során látta meg ezt a családi házat, ahova bement. Majd itt látszik a képen, hogy a pincének az ablaka nyitva volt, a szúnyogháló volt az ablakon, és ezt a szúnyoghálót kivágta, majd az ablak mögött lévő virágcserepeket kiemelte, kirakosgatta az udvarra, és lenyitotta az ablakot, és azon bemászott. Bement a pincébe, ott körülnézett, talált ott borsot, és azzal pedig felszórta azt a helyet, a helyiséget, ahol megfordult, illetve mászkált. Viszont nagyon fázott, és látta, hogy elő van készítve a kazán begyújtásra, ezért úgy gondolta, hogy kicsit azért megmelegszik, és begyújtott a kazánba. Viszont fáradt volt, ezért ahogy egyre melegebb lett, elbóbiskolta a helyszínen. Hajnal, tehát vasárnap reggel 5 óra körül a család arra ébredt fel, hogy nagyon meleg van, és a szülők egymástól kérdezték, az idős házaspár, hogy miért mentél a kazánra, miért tettél, miért gyújtottál be. Mindegyik mondta, hogy hát én nem gyújtottam be, pedig nagyon meleg van, forró a radiátorok. Így úgy döntöttek, hogy az idős hölgy lemegy a pincébe és megnézi, hogy mi történt a kazánnal, mivel a férfi elég nehezen mozgott, és ezért a hölgy lement. Amikor benyitott a pince helyiségbe, felkapcsolta a villanyt, megrökönyödve látta, hogy ott van egy ember a kazán előtt, egy ilyen kis széken, és ott bóbiskol. Rákiáltott többször, hogy ki vagy, mire feljött az a személy, aki ott bóbiskolt, felugrott, majd azzal lendülettel, ahogy felugrott, a hölgy időközben elépett oldalra, kiment az ajtón és a helyszínről távozott. A helyszínről, ahogy távozott, a faluba elindult és a busz megálló irányába vette, arra indult el, de útközben, amit azt akkor nem vett észre, később kiderült, itt a megmutatásra került állarc, ugyanis ez a fején volt, amikor bement a házba, a pincébe, ezt az állarcot elhagyta. Ezt a játszótéren a vasárnap délelőtt állampolgárok találták meg. Tehát éjszaka, még reggel hajnalban megvárt az első buszt, erre felült és hazautazott. A helyszínről ekkor csupán egy darab elemlámpát vitt el, ami szintén bemutatásra került. Majd lefeküdt és tulajdonképpen gondolkodott, hogy hát azért csak-csak vissza kéne menni, mert látta, hogy ott idősek laknak, vissza kell menni, és elhatározta, hogy aznap este visszamegy a helyszínre, de már azzal a szándékkal, hogy kirabolja őket. Épp ezért egy korábban szerzett gázmosztó pisztollyal, ami szintén látható a bűnjelek között, keserű gyártmányú, 9 mm-es gázriasztó pisztolyt lett magához, illetve az elhagyott állarc helyett egy másikat kerített, és illetve készített, és ezzel indult el az esti órákban. Amikor megérkezett szintén gyarmatra a házhoz, ott töprengett, hogy bemenjen vagy ne menjen, közben pedig
a gyarmaton lévő rokonához ment el, ahol a garázsban talált egy felszenyelet, és úgy gondolt, ez magához veszi, és ez nála lesz, mert van egy kutya az idős házaspárnál, és ezzel tud védekezni ellene. Ezzel a felszennyével visszament, és ekkor már pirkadt, és reggel idő elérkezett. Ekkor bement a házba, ami felső részbe, és az utcajtó már ekkor nyitva volt, nem kellett neki bemászni sem a kapun. Felment a lépcsőn, bement a házba, itt látható a bejárati ajtó, és a házban pedig látta, hogy bent a hálószobában ül az idős hölgy, és tévét néz. A fegyvert ráfogta, és egyből pénzt követelt, majd meglepetésére a szomszéd szobából előbukkant egy fiatalember, aki tulajdonképpen nem szólt hozzá semmit, majd visszalépett a fiatalember, mert megijedt a támadástól, mondta neki, jöjjön ki, ő kijött, és akkor szóváltás volt, hogy adja oda a pénzt, értékeket, ők ellenkeztek, és egy adott pillanatban be tudtak lépni a hálószobába, ahol magukra zárták az ajtót, és az elkövető nem tudott bemenni. Úgy gondolta, hogy mivel nem tud bemenni, ezért, és ne tudják értesíteni a rendőrséget, kitépte a telefonnak a zsinórját, a vonalas telefonnak a zsinórját, majd kiment a házból, és lement a pince helyiségbe, hogy körülnézzen, még hátha ott talál valami értéket, amit el tud magával vinni. És nem kis meglepetésére, amikor bement a házba, és ott nézelegelődött, egyszer csak megfogta valaki a karját, ettől nagyon megijedt, és ekkor látta ezt az idős bácsit, aki a kezében lévő fejszennyéllel, ami szintén bemutatásra kerül, több alkalommal fejbe ütötte, majd ezt követően pedig látta tettét, hogy mi történt a bácsival, összeesett vérző fejjel, ezért a helyszínről elmenekült, és visszatért a lakóhelyére. Itt láthatók a képek a pincehelyiségben. Itt szintén láthatók azok az eszközök, amelyek befoglalásra kerültek. De mielőtt elhagyta volna a házat, a hátsó udvar hátsó felé futott, és ott a fejszennyelet elhajította az a melléképület mögé, ahol meg is találtuk a helyszíni szemle során. Itt láthatók kivetítve. Ekkor a helyszínről nem vitt el semmit. Az elkövetőről annyit kell tudni, hogy fiatalkodó, 17 éves, szüleivel és testvérével él együtt, közeli településen, általános iskolai végzettségű, tulajdonképpen 7 osztályt végezte el, a 8-at is el akarta végezni, illetve asztalosnak szeretett volna állni, de mint egy fél év után hagyta ezt a tanulmányait, így gyakorlatilag maradt a 7 általános végzettsége. És mint már említettük, több vagyonelleni bűncselekményt követett el, amikkel kapcsolatban eljárások vannak folyamatban.